Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Drágább lett a sonka, a tojására nem változott jelentősen. Európai parlamenti választás, a mezőgazdasági fejlesztések folytatása a tét. Szerkezetátalakítás, a gazdaság igényeihez igazítják a szakképzést. Lakossági fórum, nyárra befejeződhet a szennyvízberuházás Bátaszék külső területein is. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A sonka és tojás iránti kereslet nekilódult a húsvét előtti héten. Ebben a néhány napban értékesítik éves szinten a füstölt főttermékek több mint harmadát, mintegy 6500-6700 tonnát. A sonka ára 3-4%-kal emelkedett, a tojás darabját mérettől függően 23 és 43 forint között kaphatjuk. Az ára tehát nem ment fel jelentősen az ünnep előtt, pár héttel korábban is ugyanennyit kellett fizetni érte. Rutinos, gyors mozdulatokkal szeleteli és csomagolja a kiválasztott parassonkát ez az árus a szekszárdi piacon. Egy kiló 2400 forintba kerül, mintegy 100 forinttal többel tavalyhoz képest. Bali Józsefné kifejezetten ezt a típusú sonkát kereste, azt mondja, nem tapasztalt drágulást a piacokon. Én ugyanannyiért veszem most is, mint amit eddig is szoktam vásárolni. Egy másik őstermelő azt mondja, nem mindegy, meddig érlelik a sonkát, ha több mint fél évig, akkor az az árban is tetten érhető. Kétfajta sonka van egy 6 hónapos érlelésű és egy másfél éves. A 6 hónapos az 3000 forint per kiló, a másfél évesé pedig 4800 forintos. Ez tavalyhoz képest? Keveset drágult, nem? Tehát egy pár száz forintot. Mennyi? 2-300 forintot drágult. Az eladók szerint a vásárlók a csülköt viszik a legjobban az ára miatt, abból 1 kiló 1600 forintba kerül. A sonka mellől természetesen a tojás sem hiányozhat. Ennél a termelőnél háromfajta méretben lehet kapni. A tojás darabját mérettől, árusító helytől függően 23 és 43 forint között kaphatjuk. Az ára tehát nem ment fel jelentősen az ünnepek előtt, tapasztalják a vásárlók. Tojást vettem, mert itt vannak az unokáim, és tojásfestés lesz. A sonkához is tojás kell, és minden egyéb dolgot, ami a sonka mellé való. Retket, hagymát. A húsvéti tálon a zöldségek is helyet kapnak, amik jóval többe kerülnek, mint tavaly, mondja a Bajáról érkezett árus. Tavalyhoz képest körülbelül 20-30%-kal drágultak a magyar primőrök, a sárgarépa, a zöldség és a krumpli az még nagyobb mértékben drágult, és a káposztafélék is, ezekből már importra szorulunk, magyar már nem is kapható se a lila káposztából, se a fejes káposztából. És a tojásunkkal most, amit visznek? A tojásnak maradt az ára, ugyanannyiba kerül, mint a tavalyi évben. A most következő néhány nap során értékesítik éves szinten a füstölt főttermékek több mint harmadát, mintegy 6500-6700 tonnát. A termelők 3-4%-kal emelték az árakat átlagosan tavalyhoz képest. 26%-kal kevesebb pénz jutna mezőgazdasági fejlesztésekre a következő 6 éves uniós ciklusban, ha az Európai Parlament elfogadná a brüsszeli bürokraták mostani költségvetési tervét. Ezt mondta a mezőgazdaságért felelős államtitkár Szekszárdon. Feldman Zsolt szerint a magyar mezőgazdaság az elmúlt időszakban Európa egyik leggyorsabban fejlődő ágazata lett. Országosan már több mint 150 ezeren, Tolna megyében pedig már több mint 6 ezeren írták alá azt a petíciót, ami a magyar gazdák érdekeit védeni a következő 2021-2026-os uniós költségvetési tárgyalások során. A térség országgyűlési képviselői ezért is tartják fontosnak, hogy fórumokat szervezzenek, ahol Brüsszel terveiről tájékoztatják a mezőgazdászokat. Horváth István, a szekszárdi választókerület parlamenti képviselője azt mondja, a mezőgazdaságra fordítható uniós forrásokra nem támogatásként érdemes tekinteni, hanem olyan pénzekre, amik igenis járnak a termelőknek. A Európai Uniós való csatlakozásnak a legnagyobb vesztese pont a vidéki Magyarország volt, és ez a fajta anyagi kompenzáció az jár a vidéken élő emberek számára, hogy újra tudjuk szervezni az életünket,
hogy újra tudjuk szervezni a magyar agráriumot az élelmiszerfeldolgozással együtt, hiszen az élelmiszer egy ilyen stratégiai termék. A kormány célja a magyar mezőgazdaság és a gazdálkodók érdekeinek a védelme, ezt mondta Feldman Zsolt mezőgazdaságért felelős államtitkár. Szerinte mindez veszélybe kerülne, ha megvalósulna az Európai Parlament terve, ami szerint a következő támogatási ciklusban az erre fordítható költségvetés 20%-kal csökkenne. A vidékfejlesztési program forrásai szűkülnének a legjobban, hiszen a megszületett javaslat alapján az a következő 7 évben 26%-kal érne kevesebbet, mint amit most fel tudunk használni, és ez bizony egy jóval kisebb tortaszelet, jóval kevesebb fejlesztés, jóval kevesebb forrás jutna a magyar vidék fejlesztésére, viszont a terület alapú támogatások is csökkennének. Ez pedig jelentősen visszavetni azt a folyamatos fejlődést, amit a magyar mezőgazdaság 2010 óta elért. A forráscsökkentés mellett viszont a mostani tervek szerint nőne a bürokrácia, figyelmeztet az államtitkár. A felsőoktatási intézményekhez hasonlóan január 1-től kancellári rendszert állítottak fel a szakképzési centrumokban is, vagyis különválik a szakmai munka és a menedzsment. Dömötör Csaba kancellár azt mondja, az idei költségvetés már adott, viszont tartalmaz olyan fontos elemeket, mint a szekszárdi Ady Endre szakképzőiskola B épületének felújítása, és elkezdődhet a vendéglátóipari szakközépiskola épületének rendbetétele is. Hosszú évek óta faárványzat védi a gyalogosokat az esetlegesen lehulló törmelékektől Szekszárd központjában. A városkép szempontjából sem elhanyagolható épület rendbetétele idén elkezdődhet, ehhez első körben viszont még az alapokhoz kell hozzányúlni, a látványos felújítás később következhet. A forrás itt van, a műszaki felmérések elindulnak, próbafúrások fognak közeljövőben már megvalósulni, és az egésznek a tervezése indul el. Hát abban sajnos nem lesz egy nagyon gyors változás, hogy ez mennyi idő alatt készül el, hiszen ha az alapmegerősítés megtörténik, akkor azt követően a statikai állapotnak megfelelően a rögzítést meg kell tenni, és ugye az épület mozgása, amikor megáll, majd csak utána lehet hozzányúlni a felszerkezethez és annak a felépítményéhez. A vendéglátóipari szakközépiskola Hunyadi utcában jelenleg üresen álló épületére is elkészültek a tervek. Innen 3 évvel ezelőtt egy csőtörés miatt kellett elköltöztetni a diákokat. A felújítás állami beruházásban fog elkészülni, és a kancellár reményei szerint 2020-ban már itt kezdhetik a tanévet a diákok. Az új rendszerben szintén elsődleges a kettős vezetésnek megfelelő szervezeti rend kialakítása. Ez is még zajlik, de közben már dolgoznak a Modern Városok program több milliárd forintos szakképzési elemeinek megvalósításán. Nagyon fontos lenne, hogy ez mi hamarabb el tudjanak indulni ezek a projektek is. A másik pedig, ami nagyon fontos, ugye az itt a centrumban nagyon kiemelt szerepe kell, hogy legyen is, van is a képzési oldalon, a Paks 2 beruházáshoz kapcsolódóan és az atomerőmű működéséhez kapcsolódóan. Ebben az egyeztetések elkezdődtek. Ennek is az lesz a célja, hogy olyan képzéseket valósítsanak meg a centrumban, ami a gazdaság szükségleteihez igazodik, jelen esetben az atomerőmű bővítéshez, de már több másik céggel is felvették a kapcsolatot, hogy feltérképezzék az igényeiket. 2020-tól anyakönyvi kivonatukat, személyi igazolványukat, valamint lakcím és adókártyájukat is megkaphatják rögtön a kórházban az ott született, illetve a születésük után oda kerülő csecsemők. Továbbá az alanyi jogon járó családtámogatások igénylése is automatikussá válhat, olvasható a friss kormányhatározatban. A dokumentum szerint ugyanakkor nem csak itt várhatóak bürokrácia csökkentések, egyszerűsítenék a házasságkötéssel, halálozással és a jogosítványokkal kapcsolatos ügyintézéseket, valamint a jövő év végéig kidolgoznák az elektronikus személyigazolvány továbbfejlesztését is. Már idén elkezdődhet a Szekszárdi Tudásközpont építése, mondta Ács Rezső Kerekasztal című műsorunkban. Szekszárd polgármestere kifejtette, a tervek egy hosszú előkészítő szakasz után elkészültek, és a forrás is rendelkezésre áll, így a könyvtárnak és a levéltárnak is helyet adó épület, kiegészülve egy új közösségi térrel, már jövőre elkészülhet. Ennél előbb, még idén birtokba vehetik a lakosok az új uszodát. Őszre mindenféleképpen át szeretnénk adni ezt az uszodát, egy 25 méteres vízmedence lesz, ezzel egyébként egy kicsit azt is szeretnénk elérni, hogy Szekszárd esetleg a rövidpályás úszóversenyeknek a térképére felkerüljön egy újabb turisztikai vagy sportturisztikai attrakcióként, de elsősorban a szekszárdiak számára szeretnénk ezt átadni, ez egy tanmedence lesz,
külön az úszás oktatás részére kialakított feltételekkel is. Az Árcsezsővel készült beszélgetést teljes egészében szombaton 16 óra 30 perckor nézhetik meg itt a Tolnatáj Televízió műsorán. Nyárra befejeződhet a szennyvíz beruházása a Bátaszéki két külső területén, Lajvéron és Kövesden. Bozsolik Róbert polgármester lakossági fórum keretében tájékoztatta az ott élőket a beruházás állásáról és a közlekedési problémák kezeléséről. Gyakorlatilag a települést elég rendesen felbolygatták a vezetéképítéssel. Ugye tegnap is azt mondtuk, mert tegnap Kövesden volt egy hasonló találkozó, hogy hát ez a beruházás, amit nem lehet az életlap alatt megcsinálni, és nem lehet azt mondani, hogy ma elkezdtük, holnapra készen van minden. De várhatóan augusztusban már ráköthetik a házakat Lajvédon és Kövesden, megoldva ezzel a két városrész évtizedek óta húzódó gondját. A helyiek azt mondják, gond nélkül élik meg ezeket a napokat, mert látják a munkálatok előre haladtát. Mint minden építkezés, ezt az éjleple alatt nem lehet megcsinálni. Ez problémákkal, gondokkal jár. Ezeket próbáljuk most átbeszélni, hogy mit tapasztalnak a lakók, és miben tudunk a segítségükre lenni. És természetesen ezen alkalommal megbeszéljük a lakossággal, hogy a költségvetésben településrészekre elkülönített összeg, ami ebben az esztendőben 1 millió 250 ezer forint Lajvér esetében, és 2,5 millió forint Kövesd esetében, mert tavaly esztendőben nem használták fel a saját forrásukat, hogy ezt véleményük szerint mire kellene a településrész fejlesztése érdekében fordítani. Mindkét településrész életében problémát jelent a helyi közlekedés. Bátaszék polgármestere ígéretet tett arra, a lehetőséghez mérten támogatja a lakóközösséget annak érdekében, hogy ne legyen a járat csökkentés. Bozsadik Róbert azt mondta, fontos, hogy az itt élő emberek olyan életminőséget élhessenek, mintha Bátaszéken lakó többi állampolgár. Két férfi megsérült, az egyik maradandó testi fogyatékosságot szenvedett abban a balesetben, ami Nagymányokon történt tavaly nyáron. Egy mázai férfi bízta meg őket egy faszerkezetű garázs építésére, ami később összedőlt. A rendőrség nyomozást indított, a vizsgálatokra kirendelt szakértő megállapította, hogy a garázsbeálló megépítése nem volt szakszerű. Így a férfi ellen fogyatékosságot okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés ügyében indult eljárás, amelyet a napokban zártak le. Az ügy a Ponyhádi járási ügyészségen folytatódhat. Különleges a rendőri hivatást népszerűsítő programot szerveztek a Tolna megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi igazgatóságának munkatársai. A szakemberek egy betöréses lopást és az azzal kapcsolatos helyszíni munkát szimulálták rendészeti képzésben résztvevő szekszárdi diákoknak. A diákok betekinthettek a helyszínbiztosítás, a bűnügyi helyszínelés, a kutyával történő keresés és az elfogás rejtelmeibe is. A tanulók az észlett bűncselekmény bejelentésétől egészen az elkövető elfogásáig nyomon követhették a rendőrök munkáját. Hát ezeket a bemutatókat azért tartjuk nagyon fontosnak, hogy a diákok minél mélyebben betekinthessenek a rendőrök mindennapjaiba, és akik esetleg a rendőri pályát választják az életükben, láthassák, hogy mit dolgoznak a bűnügyi technikusok, és milyen feladatokat látnak el a rendészeti területen dolgozók is. Már 2 éve, hogy rendszeresen megrendezik Pakson a Városnapját. Mivel Paks idén ünnepli várossá avatásának 40. évfordulóját, most egy héten át tartó programsorozattal készülnek májusban. Város csillag ragyogott fenn, így is uraló, Vidám a hangulat a felvonuláson. Ezek a felvételek a tavalyi Városnapja rendezvényen készültek Pakson. Az elmúlt 2 évben nagy sikerrel rendezte meg Paksváros önkormányzata a Városnapja programot, mely az idei évben egyhetes programsorozattá bővül Paks várossá avatásának 40. születésnapja alkalmából. A város hete május 15-e és 18-a között lesz megrendezve. A részletekről sajtótájékoztatón számoltak be a szervezők. Ennek kapcsán új témakörökkel, új programokkal és új helyszínekkel is fogunk jelentkezni. A város hete a Csengeiben ünnepélyes megnyitóval startol, multidéző várostörténeti előadással fűszerezve. Másnap a városunk 40 év múlva alkotópályázatra beérkezett művek és fotókiállítás megnyitása következik, valamint a Kressz Parkban átadásra kerül a park támfalára megálmodott Pál utcai fiúk graffiti alkotás.
Péntek este helyi együttesek koncertjei várják az érdeklődőket a Dunaparti vízi színpadon. Szombat lesz a csúcspont, mely felvonulással kezdődik idén is. Nagy örömömre még mindig csatlakoznak újak a felvonuláshoz, úgyhogy remélem megint idén is nagyon látványos, és a jelek szerint igen népszerű lesz ez a programelem is. A Táncsics Parkban lesz halászléfőző verseny, a helyi szervezetek színpadi bemutatói, Egészségsziget, Kultúra és Sportsziget vár mindenkit. Május 18-án szombaton este 6 órakor Szabó Balázs bandája, és este 8 órakor pedig a Charlie Band zárja majd a 4 napos programsorozatot. A részletes programfüzetet május elejére ígérik a főszervezők. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Elutasították a népszavazási kezdeményezést, az uránbánya nyitásáról döntöttek volna Pécsen. Kollégium Plus program, mini bölcsöde és más felújítások, fejlődésben alma mellék. Megoldódhat a belvíz probléma, 300 millió forintos beruházás Mária fürdőn. Egyelőre nem lesz népszavazás Pécsen az uránbánya nyitásról, tájékoztatott az Összefogás Pécsért Egyesület szerdán. Mint ismert, egy hónapja adta be kezdeményezését a szervezet elnöke, önkormányzati képviselője azért, hogy megakadályozza ezt a tevékenységet a Baranyai megyeszékhelyen. Egy magáncég jelenleg is a környezetvédelmi hatóság engedélyére vár, hogy bányászatba kezdhessen. Ennek venné elejét az uránbányáról szóló referendum. Közel egy hónapja készültek ezek a felvételek, amikor az Összefogás Pécsért Egyesület önkormányzati képviselője benyújtotta népszavazási kezdeményezését a helyi választási iroda vezetőjénél. Az uránbánya nyitása ellen akart kiíratni népszavazást Kővári János. A helyi választási bizottság a kérdőnünket elutasította első fokon, azzal az indoklással, hogy nem lehet egy tevékenységet a város teljes területén, tehát a település teljes területén megtiltani. Hivatkoznak egy alkotmánybírósági határozatra, ami 91-es egyébként, ami azt tartalmazza, hogy idézem, ha valamely magatartást az országos szintű jogszabályok kifejezetten megengednek, most a bányászatról van szó, akkor azt a képviselőtestület nem tilthatja meg az egész illetékességi területére kiterjedően. Az ÖPE nem fogadja el a döntést, fellebbeznek, mondja Kővári. A politikus azt mondja, minden jogi lehetőséget igénybe vesznek, hogy kiírják a népszavazást az uránbányáról. A bányászatnak egészségkárosító és környezetromboló hatása lenne Pécsen, ezért kell nemet mondani rá a pécsieknek, mondja az ÖPE önkormányzati képviselője. A Kollégium Plus program sikerességéről győződhetett meg Vitályos Eszter alma melléken. Az Európai Uniós Fejlesztés Politikáért felelős államtitkár szerdán látogatott el a baranyai településre. A községben zajlik a Kollégium Plus program, mely a hátrányos helyzetű gyerekeket segíti, de mini bölcsődét is kialakítanak. Nagyon jelentős összegeket fordítunk szociális fejlesztésekre, illetve a társadalmi felzárkózás különböző programjaira. A Baranyában megvalósult emberi erőforrás fejlesztési operatív programok részleteiről beszélt Vitályos Eszter alma melléken. Mint az államtitkár elmondta, 60 milliárd forintból zajlottak és zajlanak most is felújítások, illetve különböző programok. Ez több mint 380 pályázatot jelent, melyek 2014 és 2020 között valósulnak meg. Egyik az úgynevezett Kollégium Plus program. A projekt a hátrányos helyzetű általános iskolásoknak segít a mindennapi életben. Nem csak egy egyszerű kollégiumi elhelyezést biztosít a rászoruló tanulók gyermekek számára, hanem attól lesz plusz, hogy hozzá olyan szociális, különböző szociális intézkedések, mint például a mindennapos étkezési lehetőség, az iskoládnak a megközelítése, tehát például az utaztatás, illetve a ruházkodás is ezekhez hozzátartozik. Ennek a programnak a segítségével szeretnék elérni, hogy minél több gyermek jusson el az érettségéig, tanuljon szakmát. Az EFO pályázatok mellett Nagy Csaba beszámolt az elmúlt időszakban alma melléken indult fejlesztésekről. A térség országgyűlési képviselője elmondta, az útfelújítás és szennyvízfejlesztés mellett egy mini bölcsöde kialakításán is dolgoznak több mint 25 millió forint értékben. Elindult az alma melléki vasútvonalnak az infrastruktúrális fejlesztése is, és hát az itt élők örömmel tájékoztattak minket arról, hogy az elmúlt időszakban sikerült végre elintézni azt, hogy egy évvel ezelőtt megérkezett a térerő is magát.
irodába, a faluba, úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon sokat léptünk előre az infrastruktúrális beruházások terén. A Baranyai település az elmúlt időszakban több mint 150 millió forintból fejlődhetett. Emellett több 100 milliós beruházás az Alma mellékről induló kisvasút fejlesztése, melyet a Mecsekerdő ZRT már megkezdett, tette hozzá a képviselő. Megoldódhat Balaton-Mária fürdő belvíz problémája. A terület és településfejlesztési operatív programban elnyert 312 millió forintból korszerűsítették a csapadékvíz elvezetési rendszert a község több utcájában. Így nagyobb esőzésekkor a megerősített árkok és átereszek gyorsabban le tudják majd vezetni a vizet, és így jelentősen csökkenhet a belvíz veszély. A belvíz volt az úr tavaly márciusban Balaton-Mária fürdőn. A Balatonpart egyik legmélyebben fekvő településén akkor a folyamatos esőzés miatt az árkok nem bírták elvezetni a vizet, amely az udvarokba is betört. A belvíz elvezetés korszerűsítésével azonban hosszú távon megoldódhat a probléma. Körülbelül olyan 800 mm csapadék hullik évente itt a térségünkbe, és hát ha nem lesz szélsőséges időjárás, tehát nagy mennyiségű, igen nagy mennyiségű csapadék, akkor ez képes kezelni, ez a rendszer a csapadékvíz elvezetést. Egy év munka után megvalósult a településen a belvíz elvezetés korszerűsítésének második üteme. A fejlesztésre nagy szükség volt, hiszen a település a Balaton vízgyűjtőjénél fekszik, így a helyiek és az üdülő tulajdonosok jobban kivannak téve a szélsőséges időjárásnak. Az elmúlt hónapokban nagyjából 3,5 km hosszan lettek kiburkolva az árkok, megcsinálva az átereszek, a hidalati átfolyások. Ugye ezek itt a Keszeg utcát, az Őrház utcát érintették. A belvíz miatt leginkább veszélyeztetettebb utcákban történt meg eddig a fejlesztés Balaton-Mária fürdőn. Ez a beruházás ezt a problématikát abban oldja meg, hogy a beton elemekkel megerősített csatornarendszer az gyorsabban levezeti ezt a fölösleges vízmennyiséget, és így talán sikerül összehozni az ökonómiát az ökológiával, tehát megvédjük értékeinket, és így nem fog akkora kárt okozni egy nagyobb eső. A fejlesztés 312 millió forintos uniós forrásból valósult meg Balaton-Mária fürdőn. Pécsi állomására érkezett az Országos Bírósági Hivatal által szervezett Bíróság Történeti Kiállítás és Konferencia Körút 2018-2019 elnevezésű programsorozat. Az Országos Bírósági Hivatal kiemelten fontosnak tekinti a bíróságok történelmi emlékeinek feltárását, megőrzését, a bíróságok történetének kutatását. Ennek jegyében Országos Bíróság Történeti Kiállítás és Konferencia Körutat szervezett, melynek célja, hogy előmozdítsa a további kutatásokat, felkeltse az érdeklődést a bíróságok története iránt, és konferenciák keretében kiállításokkal egybekötve bemutassa az eredményeket. Fontos, hogy a kiállítás tartást is adjon a bíróknak, mondták a pécsi esemény keddi megnyitóján a jogi karon. Ezt a tartást a múltunk, ezek a gyökerek adhatják meg. Fantasztikus azt az együttműködést látni, hogy az egyetem, a levéltár, a múzeum, a bíróságok, a jogtörténeti tanszékek, azt a sok kincset legyen az egy új törvény, előkészítése, egy-egy parlamenti beszéd, egy írógép, egy lefoglalt bűnjel, ami a 19. századból előkerül. Ezek a kis kincsek, ezek a gondolatok adják a kapaszkodót, hogy a mindennapokat túl tudjuk élni, és hogy olyan bírók lehessünk, akikben önök a bizalmukat igazán belehelyezhetik. És végül nézzük, miről szólt ma a híradó. Drágább lett a sonka, a tojására nem változott jelentősen. Európai parlamenti választás, a mezőgazdasági fejlesztések folytatása a tét. Szerkezetátalakítás, a gazdaság igényeihez igazítják a szakképzést. Lakossági fórum, nyárra befejeződhet a szennyvízberuházás Bátaszék külső területein is. Nagypénteken, nagyszombaton túlnyomóan derült, illetve gyengén gomoly felhős időre számíthatunk, eső sehol sem várható. 20 fok köré emelkedik délutánra a hőmérséklet. Húsvét vasárnap és húsvét hétfőn is folytatódik a jellemzően napos, kellemes időjárás.
kedden viszont beborulhat az ég. Mára köszönöm figyelmüket. Friss hírekkel legközelebb kedd este jelentkezünk. Viszontlátásra!